Hölgyeim és uraim, a Kárnet csoport jóltából engedjétek meg, hogy egy francia kirándulásra invitáljak mindenkit. Bemutatnék a mögöttem álló szép kis autót, ez pedig nem más, mint a Citroën C5 plug-in hybrid modellje. Az első benyomás az autóról, hogy hú, micsoda robosztus alkat, hatalmas kerekek, nagyon jól megdizájnolt külső, alsó, felső spoilerek, illetve a felső csomagtartó is azt hivatott mutatni, hogy nagyon vagány vagyok és modern vagyok. Azt hiszem ebben a szegmensben, ebben a SUV szegmensben elsősorban mindig azt mutatják, hogy milyen hatalmasak és milyen elegánsak. Valahogy ez a C5 modell ezen túlmutat, van benne egy kis játékosság, és a belső világot is ez jellemzi. Beültünk az autóba, mert kint már hideg van, nézzük meg, milyen az autó belülről. Dizájnra gyakorlatilag a francia játékosság jellemzi az autót. Pontos, hogy ugyanolyan hatalmas SUV, mint általában a SUV-ok, csak tulajdonképpen a robosztusságot, ők valami könnyed játékossággal akarják felülmúlni, és hogy is mondjam, ez sikerül is nekik. Hibrid rendszer. Tisztán elektromos hatótáv 50 km a papírforma szerint, ennél egy kicsivel azért kevesebbet produkált az autó. Hibrid rendszer, mert ugyan együttműködik a elektromos és a benzin motor, és hát természetesen van csak tisztán benzinmotor, illetve sportfokozat, amiben gyakorlatilag az elektromos hajtást plusz erőként, rásegítésként használja. Nos, a hibrid rendszer a legizgalmasabb ebből, hiszen az a kérdés, hogy hogyan tudunk tisztán elektromosan, vagy minél kevesebb környezetkárosító hatással működni az autóval. Nos, tehát hibrid hajtás, elektromos, illetve benzinmotor segítségével. Otthonról ma reggel elindultam, bejöttem a városba az Opel színházhoz. Azt a rendszert követtem, hogy amíg lakott területen vagyok, addig elektromos üzemmódban használom az autót, és ahogy kilépek a M0-ás forgalmi rendszerébe, illetve egy kicsit gyorsabban hajtok, akkor a hibrid üzemmódot választom. Így aztán gyakorlatilag a városban most több mint egy óráig jöttem, találtunk egy dugót, amiben sikerült beállnom, de az elmúlt fél órában, ugye azt mutatja majd a kijelző is, az elmúlt fél órában csak hibrid rendszerben üzemelt az autó, de láthatólag az elektromos energiát használta. A 80 km/h alatt általában elektromos üzemet használ, 80 km/h felett pedig bekapcsolja a benzinmotort, és hát ez úgy láttam, hogy ha egy kicsit gyorsabban, tehát 100 körül mentem, 110-el az M0-áson, akkor időnként, hogyha olyan volt a fordulatszám, vagy az nem volt emelkedő, hanem egy kicsit inkább csak tempót kellett tartani, akkor olykor-olykor működött az elektromos hajtás is, és hát tulajdonképpen az automatika kapcsolja ki be, úgyhogy látható lesz, hogy a benzinmotor alig-alig üzemelt, nyilvánvalóan ez a városi közlekedésnek nagyon jót tesz. Ha nem a nulláson és nem az autópályát használtam, akkor be a városba, mondjuk a Blahalújza térre és vissza, ez kb. 40 km nagyságrendileg. Ezt tisztán elektromosan meg is tudta tenni az autó. Ez egy 1.6-os benzines turbós motor, és mint kés savajban úgy megy, nagyon jellemzően a kormány működtetése is nagyon könnyed, és a gázadása is, és egyáltalán az autónak a nagyságát meghazudtoló könnyedséggel mozgatja ez a rendszer, ezt a járművet, ezt a vasat. Amit még el szeretnék mondani, nagyon kényelmes, és azt hiszem, hogy ötünknek is elég tágas ez az autó, úgyhogy a lányok rögtön bele is szerettek, és nem győztük helyet cserélni, hogy kiül elő és kiül hátul, és tulajdonképpen majdnem mindegy, hiszen hátul is elegendő lábtér is van, és hát dönthetőek, három független ülés van egymás mellett, dönthetőek, különböző, húzogathatóak az ülések, úgyhogy valóban mindenki számára kényelmesen beállítható az autó. Egy kicsit visszaköszön nekem egy másik francia autót, amit lehet, hogy a közeljövőben kipróbálunk majd, de a lényeg, hogy valóban elég tágas öt ember számára is ez a járgány. Igen, amit el ne felejtsek, ugye én nagyon szerettem a tempomatot használni, autópályán, stb. És vannak különböző beállítási lehetőségek a más-más típusoknál, hogy akkor mennyire legyen érzékeny a távolságtartós tempomat, mennyire engedjek közel az előző autóhoz a saját autónkat, vagy éppen tartsa azt fixen azt a távolságot. Na már most szerintem az elmúlt egy éven próbált autóknál ez volt a legjobban kitalált rendszer. Itt nem ajánlotta föl, hogy beállíthassam, hogy milyen távolságot tartson az előző autónál, hanem ő maga érzékelte, és olykor, hogyha lassítottunk, akkor egy picit közelebb is engedett az előttem menő autóhoz. Ugyanakkor, hogyha kiment előttem menő autó, akkor nem rántott rajtam egyet, hogy azonnal indulunk, és 120-szal is visszakapcsoltunk sportfokozatba, és száguldozunk, hanem mindezt nagyon finoman és simán tulajdonképpen
tényleg nagyon elegánsan, franciásan, könnyeden csinálta az autó, úgyhogy ezt külön szerettem benne. Sokan vitatkoznak azon, hogy a plug-in hibrid autóknak mi az értelmük, lehet, hogy csak a gyártók azon dolgoznak, hogy hogy tudják megúszni ezt az emissziós problémát, ami körülveszi az autóipart. Én azt gondolom, hogy ez egy lépcső, nyilvánvalóan ez fog fejlődni még. Én a 3 gyerekes apukaként és a gyerekeimnek gondolva, esetleg az unokáimra gondolva, vagy a dédunokáimra gondolva, szeretném, hogyha ez a föld minél zöldebb lehetne. De hát egyelőre ezek a lehetőségeink vannak. Az, akinek nem engedheti magának meg, hogy 3-4 autót tartson, egyet a benzinesre, egyet a sportosra, egyet a családira, egyet a nem tudom micsodára, azoknak ez mind praktikus, hiszen van lehetőség arra, hogy akár városi használaton belül zöld rendszámosan, környezetkímélő eszközként használjunk egy autót, illetve hát van lehetőség, hogy ugyanazzal az autóval akár az ország egyik határától a másik határig elautózzunk. Hát ha a gyártók csinálnak majd olyan hibrid autókat is, amiben mondjuk el lehet közlekedni 100 kilométeres hatótávot is akár, és aztán benzinesen, vagy akár milyen más módon elhagyni akár országhatárokat és bejárni a világot. Szerintem ezek fontos kezdeményezések, akik megtehetik és fontosnak tartják, azok tartsanak velünk.